Sziasztok, Sajt Zsolt vagyok, a tech2.hu-t nézitek, képernyőn pedig a Jabrának a Sport Coach vezeték nélküli headsetét láthatjátok, amit a gyártó kifejezetten sportoláshoz, sportolók számára készített. A kiegészítő beépített szenzorjainak köszönhetően edzés során folyamatos adatokat fog nekünk rögzíteni, amit edzés végeztével ki tudunk értékelni, össze tudunk hasonlítani korábbi teljesítményünkkel, illetve ahogy a termék neve is sugallja, lesz nekünk egy virtuális edzőnk, aki folyamatosan mondani fogja, hogy éppen milyen új gyakorlat következik, vissza fog nekünk számolni, illetve még motiválni is megpróbál minket. Korábban láthatatok már videót tőlünk itt a tech2.hu-n a Jabrának a Sport Pulse eszközéről. A két termék nagyon hasonló lesz, a kialakításuk igazából teljesen meg fog egyezni, annyi különbséggel, hogy a Pulse az már a pulzusunkat és nyomon fogja tudni követni, de a két terméket a későbbiekben össze is fogjuk nektek hasonlítani. Külön videót a pulzról YouTube-on hozzászólásba belinkelem nektek, így ezt is meg tudjátok nézni. A termék különben külföldön 149 dollár, idehaza még nem jelent meg, azonban várhatóan olyan 35 ezer forint körül fog alakulni az ára, illetve három színben érhető el. Az itt látható citromsárga mellett még megtaláljátok majd piros, illetve világos kék színben is. Nézzük is meg akkor, hogy mit találunk a terméknek a dobozában, amit itt felül fogunk tudni kinyitni. Kezdjük első körben a kiegészítőkkel. Találunk itt a dobozban nagyon kis stílusos, kemény fedelű tokot, amiben könnyedén fogjuk tudni hordozni az eszközt, látható, hogy nem túl nagy, az embernek simán a zsebébe is elfér. Így néz ki belülről. Menjünk tovább a kiegészítőkkel. Találunk itt több fajta gumi kiegészítőt, amiket ki tudunk cserélni. Itt látható ezek fülbe dugható részek különböző méretben, hogyha jól látom, három különböző méretben. Így mindenki megtalálja a számára megfelelő méretet. Illetve látható, hogy itt is vannak nekünk ilyen gumi kiegészítőnk, amiket, ha megnézzünk, itt is ezek is több különböző kialakításba készültek. Van olyan, amit az itt látható például a fülcimpánk alá ezt a részt be tudjuk akasztani, így még biztonságosabban benne lesz, benne fog maradni edzés közben az eszköz a fülünkben. De látható, hogy van olyan is, akit például ez zavar, amit csak hagyományosan bele fogunk tudni rakni a fülünkbe. Menjünk tovább a kiegészítőkkel. Találunk itt még a dobozban egy hagyományos micro USB kábelt. Ezzel fogjuk tudni után tölteni az eszközt. Termék dobozának még az aljába találni fogunk különböző papírosokat, regisztrációs útmutató, felhasználói útmutató, illetve egyéb papírok. És itt látjuk magát a terméket, amit, hogyha megfigyelünk, két fülhallgató részt egy rövid kábel köti össze. Ennek segítségével egyszerűen ezt a nyakunkban akasztva fogjuk tudni viselni a terméket. Ha valaki szeretné, akkor a kiegészítős dobozba találunk egy ilyen kis összekapcsolható műanyag kiegészítőt, amivel állítani tudjuk ennek a hosszát. Találunk rajta egy kontrollert is, amit itt láthatunk. Ennek a segítségével
különböző dolgokat tudunk csinálni, például a plusz-minusz gomb segítségével hangerőt fogunk tudni állítani, a középső gombot hosszan megnyomva tudjuk bekapcsolni az eszközt, ennek a gombnak a segítségével fogjuk tudni elindítani, megállítani az éppen aktuálisan játszott zeneszámainkat, telefonhívásokat tudunk felvenni, illetve letenni, valamint a dupla megnyomásával tovább tudunk léptetni a következő zenére. Találunk mikrofont is a kontrolleren, ami itt látható, illetve a másik oldalt is van egy a zaj szűrés csökkentése érdekében. Ezáltal beszélgetni is fogunk tudni a headseten. Ha megnézzük, a jobb oldali részre került elrejtve a micro USB csatlakozó, az itt látható gumi rész alá. Ezáltal a termék csepp, illetve izzadságálló is lesz, nem kell aggódnunk, hogy belemegy a csatlakozóba, és valami hibát fog nekünk okozni, illetve találunk ott még a terméken egy ledet is. Másik oldalon megnézve, itt találunk egy gombot, amivel pedig a különböző edzés beállításokat fogjuk tudni aktiválni, elindítani, megállítani, de ezt is majd a későbbiekben megmutatom. Termékhez tartozik egy alkalmazás, ami ingyenesen letölthető az App Store-ból, és a Jabra Sport Life nevet viseli. Így néz ki a vezérlőpultja az alkalmazásnak, itt különböző információkat láthatunk, például azt, hogy csatlakoztatva van a Jabra Coachhoz az eszköz, láthatjuk, hogy mennyi az akkumulátor üzemidő, ami jelenleg 2,5 óra, általában a maximum olyan 5 óra az akkumulátor, amit ki lehet belőle hozni, vagy annál egy kicsivel kevesebb, de ez szerintem így is igazán jó teljesítmény egy ilyen kompakt eszköztől, amint látható, hogy szinte két füldugóból és egy rövid kábelből áll az egész. Láthatunk itt még különböző beállításokat, például itt tudjuk megadni, hogy éppen milyen edzés típust szeretnénk csinálni. Tudunk különböző dolgokat választani, például biciklizés, futás, van nekünk cross trainingünk, amit mindjárt részletesebben is megmutatok, akkor van nekünk hegymászás, futópadon futás, skating, síelés, sétálás, ezek közül kiválaszthatjuk, hogy éppen mit szeretnénk használni. Hogyha megnézzük mondjuk a futást, akkor ki tudjuk választani, hogy mi a célunk, hogy például futásnál egy adott kilométert szeretnénk el lefutni, vagy egy adott ideig szeretnénk futni, például vagy csak futni szeretnénk, és közben mérjem nekünk a dolgokat. Be tudjunk állítani mondjuk distance, de látható, hogy kalóriát is meg tudtunk adni például. De most 10 km elmentem. Itt a starttal el lehet indítani, be lehet még állítani, hogy honnan játssza le az alkalmazás a zenénket, külön lehet tudjuk hozzá tölteni a Jabrának a Sound alkalmazását, de iTunes-ból is le tudja például játszani a zenénket, illetve a különböző nézeteket tudjuk itt megadni, hogy menet közben, edzés közben mit látunk, de ezt menet közben is tudjuk állítani, tehát tudjuk indítani ezt a folyamatot, és ilyenkor nekünk mindig beszél menet közben az edzőnk, illetve el is kezdi lejátszani nekünk a zenét, most ezt leállítom. Nézzünk meg egy cross traininget, ami érdekesebb lehet. Most kikapcsolom a headsetet, akkor hallani fogjátok, a telefon is mondani fogja nekünk a dolgokat, szóval be tudunk állítani különböző cross tréningeket, hogy mit szeretnénk csinálni. Például itt látható, hogy tért felhúzás 30 másodpercig.
következő az éppen nem jön be. Ez googolás, láthatunk hozzá képet, illetve leírást, fekvő támasz, és ezekből be tudjuk állítani akár magunknak is, hogy mi az, amit pontosan szeretnénk. De most nézzük meg ezt az alapbeállítást például. Jó, most visszalépünk. Be van állítva, és elindítjuk. 30 seconds. Valahogy így kell elképzelni az alkalmazásnak a működését. Ilyenkor menet közben, hogyha úgy gondoljuk, hogy készen vagyunk, akkor itt le is tudjuk okézni. De látható, hogy itt most mindjárt végeztünk, visszaszámolt nekünk, elmondta, mi lesz a következő. Most 10 másodpercet hagy minket pihenni. Megint visszaszámolt nekünk, illetve látható, hogy ez most nem időre megy, hanem darab számra, 20-at kell megcsinálnunk belőle. Szóval, hogyha úgy érezzük, hogy kész vagyunk, akkor a telefonon is megnyomhatjuk a pikpát, vagy akár itt a készülékünk oldalán található gombot, csak most nincsen csatlakoztatva, ezért itt a pipát nyomom meg, és átléptünk megint a következőre. Megint visszaszámol nekünk, elmondja, hogy mi lesz a következő feladat, aztán anélkül, hogy a kijelzőt kellene néznünk folyamatosan a zenénk alatt, mondani fogja nekünk a beállított feladatokat. Ha össze szeretnénk hasonlítani a két eszközt, még a Pulse-t, illetve a Coach-ot, láthatjuk, hogy kinézetre szinte teljesen ugyanolyanok, annyi különbséggel, hogy a Pulse az fekete, itt pedig a Coach az egy szürke szint kapott, de ezen kívül teljesen ugyanúgy néz ki, ugyanoda kerültek a csatlakozók, ugyanoda kerültek a gombok, ugyanolyan a kontroller a kettőnek, mint korábban nem tettem, annyi különbség lesz a két eszköz között, hogy a Jabra Pulse-zal menet közben a pulzusunkat is tudjuk mérni, ami azért nagyon jó, mert például, hogyha kardiózni szeretnénk, azt egy adott pulzus számon tudjuk megtenni, vagy hogyha kifejezetten zsíréget akarunk, akkor azt szintén egy pulzus, adott pulzus számon tudunk, és így menet közben a rendszer folyamatosan, és hát nem is a rendszer, hanem az edzőnk szólni fog, hogy lassítani kéne, vagy gyorsítani kéne, hogy elérjük ezt a szintet. Igazából a két eszköz az hasonló áru, $50, vagyis $200-ban kerül a pulz, még 150-ben kerül a Coach. Mind a kettőnek a hangzása kiváló, azt, ahogy azt már a Jabrától megszokhattuk, tényleg nagyon jó hangzása lesz a két készüléknek, köszönhető ez azért is, mert jó mélyen bele nyomjuk a halló járatunkba a headsetet. Ezen kívül tényleg csak pozitívat tudok mondani a két eszközre, igazán jó minőségű, igazán jó a szól, és igazán jó a akkumulátor üzemideje, szóval csak ajánlani tudom mindenkinek az eszközöket. Ez lett volna a Jabrának a Sport Coach-ja, a Tech2.hu-t néztétek, én Svet Zsolt voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!